Kezdjük. A jó kérdéseket lehet föltenni, mert ezt nagyon sokan nézik, és ez, ez sokat javít az átlagos gondolkodáson. Hát ameddig még engedélyezik, hogy én elmondjam az igazat, addig én elmondom. Aztán majd letörlik. Ti meg mentsétek le, vegyetek egy jó kis vincesztet, egy ilyen kétterásra ráfér, egy csomó, és akkor rá, rá, lehet, rá lehet tölteni. Hát le lehet tölteni a, ezeket a filmeket, és akkor nyugodtan meg tudod csinálni. Tehát itt van a... Ez a Dukász kép, ez ez a, a koronán hátul. Ez hátul van, ez a... Ö, micsoda, mi? Nem tudom. Dukász Mihály, amit odagányoltam. De ilyen nincs, hogy Dukász Mihály. Ez, nem, nem, Dukász Mihály nincs, Mikha... Ő a, a, ott van, hogy az. Por, ezzel a bíbor, vagy izében született, burokban született. A burokban született ez a császár, talán nem véletlenül, tehát a, a magzat burokkal együtt született meg, egybe, és ő az, aki hátulra került a koronán, meg két két király, valaki van még rajta. Ezek keleti valakik, ugye, keleti császár, stb., de ott volt rajta hátul a, a két, két, másik kerub, az Uriel meg a Gabriel, de bocsánat, Uriel meg a Rafael, mm. és ott volt rajta még a nagy boldog asszony, amit leszettek róla. És nagyon érdekes története volt, amikor én erről elkezdtem beszélni, akkor valaki járt Grúziába, vagy hol, Grúziába azt hiszem, és kaktum. ma és akkor ott egy kápolnában megtalálta a koronánkra való képnek az egy, egyik részét, amit így széttéptek. A fele majdnem, a kicsit nagyobb, mint a fele, ott volt abban a, abba a kápolnában, és ki volt téve az oltár szekrényben, ugye, szekrényre ez a Mária kép volt. Ugyanaz a Mária kép volt itt hátul a koronánkon, az azért érdekes, mert hogy másfele kanyarodik rajta a ciprusfa. Vajon miért? Az a hosszúkás ciprusfának mondott tévedésből ciprusfának nevezett valami. Vajon miért? Ott, ott lehet látni Jézusnál, ha megyünk a, egész a végére, itt van, befele kanyarodnak ezek a fák befele kanyarodnak a fák, és az benne az érdekes, hogy a fának a törzsén pöttyök vannak. Nézd csak meg. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Öt. öt atya van. Öt atya van, és befele kanyarodik, és kétszer öt atya van rajta. De miért? Még én, miért van rajta kétszer? Van egy jobbos, meg egy balos fa. Nézd csak meg, a törzsén ellenkezőleg csavarodik a jó. Más világ. Az a más világ, más világ bizony. Tehát ott van rajta a más világ, ott is van öt atya, de az nem öt atya, hanem... Hanem... Ott az egy anya univerzum, nem atya ja, univerzum. Nem. Okay. Ott öt anya van. Ne ott anya leány van abban az univerzumban. Anya leány, szent lélek. De az a szent lélek ellenkező forgású, csavarodású, mint a miénk. Megvan a Fekete Ország mesében, az a Kalamóna. Az a Kalamóna, akinek a ugyanolyan kacsalában forgó vára van, ugyanolyan annyi ablaka van, ugyanúgy kacsalában forog, de ellenkezőleg forog. Hát, gyerekek, megvan. Az a másik mindenható, az a másik téridő, a, ami azt az univerzumot tartja a létezésbe Amire azt mondják, hogy hogy rossz. Hát persze, mert a pusztítás ránk nézve pusztító mondatot nem értette, és akkor gonosznak kezdte mondani. Ugye, hogy gonosz. De hát ha ő kelt téged, akkor te vagy a gonosz. Vagy a másik oldal a gonosz? Vagy ez az oldal a gonosz? Egymásra nézve pusztító. Mind a kettő. De nem azért pusztító meg hanem azért, mert ellenkezőleg forog. És miután lebontják egymást az anyag meg az antianyag, elpusztítják egymást. És ezért pusztító nem azért, amiket össze-vissza adoválnak. Egy csúnya a gonosz bácsi meg, nem tudom én, büdöset fingot. Szóval mindenféle marhaságot kitalálnak az emberek, mert nem tudnak jobbat. Nem érti, de ő neki valahogy el kell mondani. De a lelkésznek is el kell mondani, megkérdezik tőle. Hát hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát nem volt, más kérem a közelben. Te így tessék. Ezt, ezt nagyon sokszor szétszabdalhatták, mert ha megnézzük a foglalathoz képest, például a trón, itt ami Jézus ül, nincs, nem párhuzamos. Ez picit meg van az egész. E sosem szabdatták ezt a képet. De mint, Soha mint, se szabdatták. A... Ez az eredeti. Eredeti? Abszolút. De nem pontosan... Há, nézd már meg, nem, nem tudja így összeforrasztani, ne szórakoz már, a lemez, nézd meg milyen sík. Az egybe van ott, nem látszik semmilyen hegesztés nyomás, nyoma, semmi. Ezt a képet nem. De ez biztos, hogy nem bántották. És ezben a lényeg, hogy tessék észrevenni a karfákat van rajta sok érdekesség. Van egy négyszörúmó virág a karfán, ugye? Az a forrás. Meg a másik oldalon is van egy négy virág, az is a forrás. Mert két forrás kell legalább a teremtéshez. Két időforrás. Ezeknek a találkozásából jöhet létre, hát lehet szépe hogy a házasságából, de hát nem volt papa, aki összeadja, mert még Anyag sem volt, egy atom sem volt, akkor milyen pap? Érted? semmi, semmilyen pap. Nem volt de az vadházasság, akkor... Na, szóval... Ne, hát gyerekek, ezek ilyen túltolt bringák. Túltolt bringák, szokások által túltolt bringák, és szétmagyaráznak emiatt mindent. Mert nagyon jót akar, ő nem rosszat akar. Legtöbb esetben jót akar. A saját papjai rongálják szét, mert nem tudják megmagyarázni, mert nem értik meg, nem tudja megmagyarázni, de neki olyan nincs, hogy ő nem tud valamit, el kell mondani. És ettől kezdve kitalálnak dolgok. Ezt nem illik megkérdezni. Már ilyeneket mondanak ilyenkor kinyugva, és ezt nem szabad megkérdezni. Mert ez már megkérdőjelezése az Istennek. Dehogy, ez pont az Isten maga, dehogy kérde, dehogy kérdő, én nem, nem az, hogy nem, nem hiszel Istenbe. Másba se hiszek te, nehogy már, hogy ne higgyek csak a, nem érti. Mivel nem érti, ezért elkezd mindenféléket összeordani. Jó van. Na, tehát van a két karfán, két négy szívmú az a két időforrás. A karfán elől, néz csak meg, van ilyen paralelogramma, meg négyzet. Megint paralelogram, megint négyzet, látod? A kétféle energia, a kétféle fény van ott ábrázolva. Nem azt jelenti, hogy a fény kvantum nézet alakú, meg a paralelogramma alakú, hanem mást jelent. Még csak az sem jelenti, hogy kocka alakú, meg oktaéder alakú. Mert a fény nem oktaider alakú, hanem a forrásai a végállapotaikban úgy állnak, mint egy oktaéder csúcsai. De ez nem azt jelenti, hogy van ott valami felület, oktaéder felület meg. Na, nincs. Nincs ilyen. És ez a lényeg az egészben, hogy ott van az ábrázolva az, az, a, te, a téridő, az antitéridő, aztán mi van még rajta? Hát ha megszámolod rajta ezeket a dekorációkat, akkor is azért érdekes dologra fogsz jutni. E, és hogy ott ha megnézed, akkor ugye az alján van például a, a, a lábátartó, a lábtartójánál vagy minél, ott van öt fehér forrás van, meg ott kettő, az hét. Tehát a fény is benne van, az hét forrású fény is benne van az a egészbe A négyzetekben is az van ábrázolva. A téridő azok, azok a, a paralelogrammában, a ferde csámpás négyzet abban van ábrázolva. Persze, mert az, az oktaédereket jelent. A közepén ott van mindegyiknek egy kis piros pötty. De az mit jelent? Neki. A lányt, igen, igen. A, és a piros, mint jelölőszín, az a női jelölőszín. Tehát van a királylány, a királylány a sárkány várába, a tűzokádó sárkány várába, aki úgy szüli a, a kis sárkányokat, mint a géppuska. Mert hogy ott sincs ilyen biológiai sárkány, fenét van ott sárkány, hanem egyszerűen úgy, úgy hozzák létre a, a fénykvantumot, hogy újra és újra és újra és újra termeli. Megvan ez a fizikusoknak, kijön, de mindig eldobják. Kijön, kijön, számolt ki, ki fog jönni. Eldobják, mert olyan hülyeségeket hordanak, hogy nem mehetek vissza megölni a saját nagyanyámat, tehát az idő tagadja. tagadja. Gyerekek, ez az univerzum legfontosabb tudása, az időúrók. Megkérdeztem a messzességes intelligenciát, bevittem az erdőbe, nagyon aranyos volt. Az úróborosszal bevittem az erdőbe. Na és melyik civilizációnál találta még? Igen, minden civilizációnál megtalálta. Minden nagy, régi civilizációnál megtalálta, a megkinyírt régi civilizációknál is. Tehát mindenhol megvolt az uroboros az uroborosz egy szent állat, mondjuk a, az unitárius egyháznak a címerén is rajta van az uroborosz. És ez az uroborosz, meg egy fehérgalom, ez az uroborosz, ez az önmagá, farkába harapó kígyó, ami saját magát teszi. A téridő nem saját magát eszi? A meg van ambrózia. A napisten lovainak az az abrakja az ambrózia. A nap is a lovai azt teszik, tudod mi az? Hát a források saját kiárat múltja, az az, az ambrozia. Az a fiú. Tehát az atya a fiú szentilegből, az a fiú a kiáradás. Azt teszi, tehát a fiú teszi a forrás. Hát ilyet. Megeszi a saját gyermeköt, láva. Tehát amikor biológiába próbál átcsapni, mert azt érti csak, semmi mást, hát akkor baj van. Mert hogy ez igazából a saját múltját teszi mert a múltjában látja a saját képét. A saját képe hordozza őt magát. Ameddig a saját képét látja, még működik az időúrok. Amikor már nem látja, nem működik. Ez az őrület benne. Nagyon szépen megvan. Megtaláltam, minden szépen le van ábrázolva, de még a függvényeket is megtaláltam. Itt is rajta van a függvény. Menj át a másik Jézus képre, van mellette egy, ott van. Itt a, ott a függvény. Nézd csak, itt is jobbos balos a fa törzsén. Az egyik így ferde vonalak, másik úgy ferde vonalak, de az igazából egy spirál fölfelé. És nézd csak, mi van azon a ciprus fának nevezett a Kármén. Az egy tűzelem, az egy Tahion. Megvan a fizikában a Tahion. A tűzelem az nincs meg, mert az ilyen klerikális, meg ókori, meg mondta, meg ezzel lerázták, eltűntek róla, de közben az nem más, mint a tahion, a tardion, meg a tahion, az mi lassabb áll, vagy lassabban mozog a fénysebességnél, meg ami gyorsabban mozog. Ez a két őselem, a mező őseleme, ami a kezdet-kezdetén már volt, de akkor még nincs anyag, meg fény. Aztán ebből keletkezik fény, vagyis ő téridő, aztán a téridőben benne keletkezik még rendes fény, meg anyag, meg lélek. Na, itt van. A ciprosfán fán mit látsz? Itt. Lényeges. Hol láttál még ilyet? Pápa bottyán. Pápa bottyán is ez van, igen, igen. Pápának a pásztor ugyanez van. És a pápa pásztor is van ilyen van ilyen kapitula, úgy mondják, hogy kapitula. De a tükröseinken ez volt. A tükör keretén végig ilyen volt, ilyen hullámvonal, ami hol erre tekeredett, hol arra, hol erre, hol arra, és mindegyiknek a közepén volt egy kis virág, egy kis hadszirmú virág. Téridő, 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 téridő. Hogy keletkezett az univerzum, arról van szó, képzeld el. Csak ugye a vallásunkat betiltották, mondván, hogy az Pagánusz, hogy ez, az, az vidéki, az semmi, az vá, ez, a pogány, az pogány lett belőle, először csak Paganus volt, aztán már elkezdett pogányozni. A pogány az a, az a, régi vallás. Nem, nem rossz az, mert ugyanazt az Isten már ugyanúgy működik, csak érti, -e, hogy hogy működik. Na, ezt már most nem divat erről beszélni, nem beszélünk róla, Elmondják, hogy Atya fiú szentélek, de nem értik, hogy az micsoda. Nem érti. Egyik se érti. Tehát az benne az egész, hogy. Már az unitárius testvéreink se értik igazán, mert azt mondják, hogy hát azok olyan háromistenesek. Ugye, mert Atya fiú három háromistenesek. Mi egy isten, egy az Isten, egy, egy, egy van. De gyerekek, ugyanarról van szó. Végig ugyanaz az egy. Nem egy másik. Tehát itt van a baj, amikor nem érti, és elkezd egymással a harcolni, mert nem érti. Mind a kettő jót mond. Az Atya fiú Szentlélek is jót mond, meg a, amelyik azt mondja, hogy csak egy, egy Isten van. Igen, mert ugyanaz az Isten másolja magát körbe-körbe a kiáradása, meg a fiú, és akkor körbe megy az a Szentlélek. Na de ezt már nem érti. Tehát a fénykvantum, az úgy működik, mint a Szentlélek. Csak ebben hét forrás van, a téridőben meg öt. Mert ő tér nélkül születik. Ő tér nélkül is képes szület, nagyon lényeges eleme. Képes tér nélkül is születni. Nagyon kicsi az esélye a születésének, de hála jó Istennek, ott ül a szerencse a jobbján. A jobbján ül a szerencse. Ott van a védákban ez, hogy a fortuna ott ül a, a a születésénél, a Bráma születésénél. A Bráma az a Szentlélek, ugyanaz. Nem valami másik Isten meg minden, nem, ugyanarról van szó. Tehát le is írja, el is mondja. És ha figyelmesebben olvasták volna és hozzáértően, akkor rájöttek volna, de hát ez ugyanaz magyarázza, ugyanazt mondja el. Ja, hát miután nem érti, elkezd harcolni, anyázni, ócsárolni a másikat, el, minden, mindent, amit el tudsz képzelni. Közben olyan jót mondanak ők is. Nincs ott több Isten Beszélgettem ilyen indiai filozofussal. Mondtam neki, hogy nálatok több is van, akkor még én is úgy gondoltam. Nálunk több Isten, nálunk nincs több Isten mondta. Mi ugyanabban az egy Istenbe Tehát, ja, ja, ennek aztán vannak, vannak mondjam, meg gyermekei, meg születnek dolgok benne, amiről beszéltünk, hogy téridő, meg fény, meg anyag, meg... Tehát igen, vannak ilyen leszármazottai, meg fennmaradó, együttmaradó valamik, amik év milliárdokon is képesek együtt maradni, nem végtelenségig, tehát nem tökéletesen anok csak majdnem. A fénykvantum elmegy milliárd évek távolságba is. Fé milliárd fényével képes elmenni. Most érzékeltek ilyen 12 egész majd két tized milliárd, vagy milyen fényév távolságra lévő kvazárt. Most érzékel. Na most, de 12,2, akkor már csak egy milliárd év hiányozna ahhoz a mesketéhez, az ősrabanási meséhez. Mert hogy az 13,7 milliárd év ezelőtt volt az ősrabanás. Hát nem. Hát nem, mert nem, de volt egyfajta, keletkezési valamit. Tehát először a téridő, aztán a... De, de, nem robbantott semmilyen anyag. Nem, nem tudja, mi az anyag, nem tudja, mi az energia, de az fölrobbant. Tehát jó, hagyjam már. Tehát az anyag belső struktúráiról semmit nem tud. 5 éve, 50 éve, 50-60 éve elakadtak varkoknál. Kezdtek ilyen a kvarkokról beszélni. Ezek ilyen tulajdonsághalmazók, amiket kitaláltak, és na, ebből kijönnek bele a részecskék, megvan, el van intézve. Ez benne van a Bibliában. Hmm. Benne van a Bibliában, a kvarkok benne vannak a Bibliában. Hát, az lehető, lehet, hát, ho, ho, hát, el, já, most fedeztük fel. Hát, mondom, te igen, de az nem azt jelenti, hogy azért, mert te most megírni, hogy írás előtte nem is volt. Szóval most valami ilyeneket kép, képzelek meg maguknak. Na most az a helyzet, hogy ezek a Bibliában úgy, úgy, vannak elnevezve, hogy termések és gyümölcsök, amik minden évben újra megélnek, megérnek, megteremnek, megnőnek, aztán lehullanak. Megint megteremnek, megint lehullanak, mint a gyümölcsök, alma a fáró. Minden évben teremnek az almák, azt lehullanak egy idő múlva. Megint teremnek, ha nem szeded le, akkor is lehull a földre kész. Elrohad, lehullik. Megint elrohad, megint lehullik. Na, ugyanilyenek a karkok is. Minden ciklusban újra teremtődnek, de nem tartósak, nem maradnak meg. Mert ahogy bentről kifelé keletkezik egy neutron, abba keletkeznek ilyen csomósodások, és a csomósodások azok a kvarkok. Találtak ilyet. Először négyet, aztán tizenhatot és megtaláltak ilyen csomósodást a belsejébe ezeknek a atommagnak a része, a neutronban meg a protonban. Találtak ilyen csomósodásokat. De ez jó, mert ugye a, a fák az négy paradicsomi fa. Ugye kettő, kettőről beszélnek a tudás fája, meg a halhatatlanság fája, ugye? Ez megvan a más világon is? Meg, hát akkor az négy. És erről nem szabad enni, mert az Éva az a szám... Érdekes, hogy az Éva is emett róla, de annak nincs Éva csutkája. Csak az Ádámnak, Csak az Ádámnak van Ádám csutkája, mert a torkának adta a falat. Valat. Igen. Nagy, föllejárka. Erről lehet megismerni, hogy át van valaki operával, nincs Ádám csutkája. Hmm. Csak Éva csutkája van, nincs Ádám csutkája. És azt hiszi, hogy műmelleket, szilikon melleket növesz magának, és akkor ő már nő lesz. Nem leszel nő komán. Egy szerencsétlen nem leszel, az a probléma. Rábeszéltek téged, megbolondítottak téged, jó üzlet volt a, a sem sebésznek, csak egy nagy baj van. Te egy átoperált szerencsétlen leszel, aki soha nem lesz boldog ettől. Azt hiszik, hogy ilyen külsőségekkel leszel boldog. Kitett tovább magát baromira, hogy néz ki össze, vagy firkával mint a hülye, úgy össze vagy firkálva. Aztán Van ilyen lézere, van vele, lehet -e szedni. Ez így lesz és eltűnik a, 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 a tőle. Igen. Igen. Kozmetikai lézer van ilyen. Igen, ez működik. Papírral ki lehet próbálni. Ott rányomom a papír, ilyen gépet papírra, amit nyomtattam, rányom, eltűnik a szöveg ami fekete, azt megeszi. Kész. Vagy sötét színű. megeszi. Nem gyullad meg a papír tőle, pedig úgy leégeti róla a betűket, mint a hudat. A papír marad. Ez is milyen érdekes. Tehát ilyen, akkor nem igazán terjedt el, de most még odafele mennek, majd jönnek visszafele is. Most még odafele mennek, látják a tévébe ezeket a két, de két tovább figurákat, nagyon nyomják ezt. Ezek külsőségek, azt hiszik, hogy attól ő szép lesz, meg vagány. Igen, de hát igazából csak a félelmeit teszik ki, mert rossz környéken él, mondjuk. És akkor kitetováltatja magát, hogy ő most jött a börtönből, szóval úgy néz ki. Na tényleg, az csak régen csak a börtönben tetoválták magukat így szét. Most már ez dekoráció, most már én szépnek látszom meg. Hát nem, inkább ilyen firkálmányok. Na de ha egyszer elrontja, kitetoválja, az úgy marad. Hogy néz az kívül? Le... Ilyen. Hát olyan, ezek mind ilyen dolgok, amire nagyon-nagyon sok pénzt kérnek, nagyon-nagyon nagy buli úgy gondolja, mert nem tudja, hogy valósítsa meg saját magát. Na, menjünk vissza a koronához még. Nézd csak meg ezt a képet alaposabban. Csepp alakú... Csepp alakú almandinok vannak, piros drágakövek vannak rajta. Almandin. Az a piros almadinkő. És ezek a csepp alakú ezek micsodák? Tűzelemek. Taljonok. Taljonok. És, és a gyöngyök, azok meg a vizek, fo, a vizek igen. 12 víz, 12 tűz, vedd észre. Egy van rajta ott a fölül, ami egy ilyen ovális. Az a kiindulási, a feje fölött van, pont az egy ilyen kiindulási. A, a koronánk 307-ben készült körülbelül. 307. Vagyis, hogy a Attila nagy királyunknak már a unokája, vagy a nagyapja is hordhatta. Ezt a koronát. És ez egy beavató korona volt, a föld koronája, földcsászári koronája volt. Ez a Föld császárának a korona. nem királyi korona. Ez nem királyi korona. Ez császári korona. És a jogar a Föld császárnak, császárának a jogara. Valaki beszélt a Földről. 28-as bolygó volt a Föld. Ha föl, megnézed a jogart, akkor ezek a kis díszecskék, amik vannak rajta végig, ilyen arany díszecskék, 28 van rajta. Ohó! És, és ja, és hát ugye ilyen, ilyen kvarcot nem tudtak csinálni. Három oroszlán van rajta. Miért? Ugye ez is milyen három oroszlán van rajta. Ugye, ez a három oroszlán nem véshető bele a kvarcba, mert a kvarc nagyon kemény. Nem, ne, egyszerűen nem tudja belevésni. Nem, 307, azért gondolj bele, mivel véste bele? És ezen, ezen a kvarcon éppen hány csüngő van? Ezeket mind meg kell nézni. A jogaron hány, hány függő van? Nem látszik talán mind, ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hát a 16 az már jó. Vagy a 18 is jó. Miért? Miért jó a 18? Ugye, mert 16 párhuzamos univerzumban van. De, és, 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 nem csak a két teremtő, és a két teremtő, igen, de közben még közte van két nem tér, nem idő. Tehát a két, két hiperteres téridőnél ott van két fekete sáv, az a két nem tér, nem idő réteg, az egyikben, az egyikben, más van, mint a másikban. Már csak azért is, mert az egyik után az következik, hogy egy, 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 egy dimenziós univerzum következik, öt darab egy dimenziós univerzum. Ezek fenntartási impulzusok a, az összes anyagnak és anyagi részecskének, a, fennmarad, fénynek a, a fennmaradásához szükséges. Az órajelek, a nagyon fontos órajelek, hogy ne Tűnjön el a létezésből, és azért van 18 is, mint, mint jó valamit, de ott akkor ott a két hipertéri, vagy a két nem térnemű idő réteg is benne van, ami az univerzum között van. Van ugye 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1 dimenzió, így van, hogy 1, 2, 3, 4, 5 dimenziós, 5 dimenziós, 5 dimenziós, 4, 3, 2, 1 dimenziós, 0 dimenziós. Amikor nulla dimenziós, akkor van az a fekete réteg, az a sötét réteg, ott kell űrhajozni. Hihet, hihetetlen fontos. Rajta van a szent, két képen is rajta van, azt mondom, a Jakabnak, meg a Jakabnak a dekorációjában, ez, itt van a képek között, a Szent Péter, Petrus, ez a Jakobus, azon is nézd meg, mi van rajta. Az a lépcsőzet, ami két oldalt van neki, nézd meg, hogy az a lépcsőzet, ami két oldalt van neki, az a dimenzió lépcső. Tehát a dimenziók emelkedése, csökkenése, emelkedése, csökkenése. Ez minden forrást átjár, mert mind az öt atya átmegy minden forrás helyen. Azok állandóan végigjárják ezt a teremtési útvonalat, és ez a teremtési útvonal a lényege az egésznek, hogy ott azt át kell neki járni. És ott van mindeniknek a közepében, szintén egy királylány, ugye, ott van egy kis kerek piros kör a közepébe is, meg oldalt is, két oldalt is ott van. Mert így próbálja ábrázolni a dimenzió lépcsőt. Tehát ő tudott a párhuzamos univerzumokról. Ha most rámész a Szent Péter képre, az ott mellette van valahol. A kultus. Itt van, Sanctus Petrus, ugye? az a SCS, az a Sanctus, Szent, Szent Péter. Azt arról beszéltünk, hogy, hogy most mi el fogjuk érni majd a 11, 11 párhuzamos univerzumot, de többet nem. El fogjuk érni. Vagyis, hogy azt el fogjuk érni, amiről az előbb beszéltem, hogy, mert ugye az pont 11, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ez pont 11-et ad ki. Azt fogjuk elérni. Tehát az a, az a párzonos univerzumok közül 11-et el fogunk érni. És nézd csak meg a Szent Péter kép fej, jobbra fent, meg balra fent a képet. Van ott egy ilyen griffmadárszerű, griffállatszerű szárnyas lény. Számod meg csak, hogy hány forrás van ott körülöttük. Mennyi? 11. 11. És a másik oldalon? Ott is, ott is. Á, ah! mintha tudtak volna a tér Nem beleképzeljük, nem belemagyarázzuk, érted? Mert ki akarna menekülni előle, mert nem akar tanulni már egyáltalán, úgy akar meghalni, hogy van, az jó. Én már okos vagyok, három doktorátusim van, mit akarok én már tanulni, elegem volt. És nem akar tovább lépni. Igen. De ott van a 11 párhuzamos univerzum. És ez nagyon lényeges. A 11, 11. Miért, miért van kétszer a 11? Mert van a mi oldalunk, meg a másik oldalon. Így van. Így van. Az a másik oldal, az a... Az a, az világ. a másvilág. A Mert a, ennek a túloldala hol van meg? hol jelzi, hogy itt ennek is megvan a túloldala, itt, meg ott is. Hol jelzi? Az, hogy ezek négy virágok. Az, hogy ezek négyszírmú virágok, így van. Ez az, ez az, ez az, ez az, teli találat. Hogy ezek négyszírmú virágok, tehát már a túloldal is ábrázolva van rajta. Különben csak ilyen végtelen jelek lennének. Az alma, az alma, amit Éva leszakított, az egy forrás. És ezért létre tudott jönni a, 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 a tudás, mert a mi őrzi a tudást. Minden forrás. Aki megeszi a forrást, megeszi a tudást. Nem? Hát minden forrásban ott van a minden tudás. Hát, egyé meg egy almát, egyéb körtét minden. <laughs> ott van benne a tudás. Egész hihetetlen. Tehát ez, ez ott van a Szent Koronánkon. Mindenki elme is. Áj, az Ilyen magyar vagyok, olyan magyar vagyok. Gyerekek, ez a föld koronája. És még működni fog. Ez egy olyan jóslat, amire most abszolút semmi esély nincs. De már kezd nyílni az esély. Mondjuk egy két évvel ezelőtt erre nulla volt az esély. Most elkezdett érdekes módon nyílni az esély. Van, aki ezt tudja. Van, aki ezt tudja. Ott, ott is, ahol, ahol döntenek. Van, aki ezt tudja. Nem, ne, nem, mindenki tudja, de van, aki ezt tudja. Nagyon lényeges tudás. Lehet, hogy a földön kívüliek mondták el, tudod, mert azok is elmondanak dolgokat. nagyon aranyos volt, a, leadták egy hajtóművet valahol Zalaegerszeg mellett, vagy Nagykanizsa mellett, leadták egy hajtóművet. Elvitték két mérnök srácot, elvittek, ezek gépészmérnökök voltak, elvitték, megmutatták nekik, működtették. Na, csináld, nézd meg, hogy változik az izé, izé, megmutatták neki. Hát ilyen 500 kg emelő erőig e, mutatták neki, azt most már ne emeld fél, mert leszakad, leszakad a talapzatról, mert nagy erőt képes. Kiem, Ez, a, ez a kettős forgású, kettős forgású hajtómű. Csak a Coriolis erő, ez létezik a fizikában, csak nagyon sumákolták. Most már ki is vették. Tehát a régi, régi ilyen, az még volt a Coriolis erő, az újban már nincs benne, nem találtam benne. kivették. Ki Mert ott ugye a két, a két fordulatszám szorzatával változik egy erő. Tehát négyzetesen változik egy erő. Nagyon félnek ettől az erőtől a mechanikát tervezők, mert az aztán mindenféle örületet csinál. De lehet vele repülni. Nem egyszerű megcsinálni. Nem egyszerű megcsinálni. De működik. Én Nekem is működött, meg most már fejlesztünk ilyet, működik. Működik, abszolút. Hát van vele még gond, szóval hogy mondjam neked van vele. Úgy szétvitt a 80 amperos tápot, mint a húzat. Pff. Szóval azért úgy. Hm. Az már nem semmi. Tehát ilyen nagyon kajak erőkkel hozzá, kis vacak, de úgyis őrült nagy erőkkel hozzá. Viszont akkor repül. És tényleg repül. Tényleg, tényleg repül, csak hát szétviszi. parancsol. Hát kérdezem meg is, hogyha ha tényleg beindul a korona, akkor mi történik? A korona az valakinek a fején indul be általában a palást is rajta van, úgy, de a palást így nem működik, ahogy most van, levágták az elejét szándékosan. A hazburgok levágták az elejét, az alját és az elejét is levágták az alján. Volt egy ilyen, ilyen széles ilyen korca, vagy mint a gatyakorca, volt egy ilyen visszahajtott része, amiben egy aranykarika volt, nagyon nagy aranykarika volt. És az így kifeszítette a, a palást ott, amikor a királyra ráadták. Olyan szögűre, mint ott a fejed fölött, ami van, ott a... Olyan szögű, ott az, 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 ott fent, az a luk. Ó, és az menj be alá, nézd meg, nyugodtan menj be alá, nézd meg. Menj, nektől... menj be alá, azt nézd meg. Ott nézzél föl a luknál. Nézel rám, nem? Rám kell nézni a lukra. Ott, oda, ott van. Azt nézd meg. De menj alá, ne legyél már ilyen tónya. Menj alá, nézd meg! És ez milyen szög? Mekkora szög? Ki lehet számolni? Egy olyan időforrás kell ilyen szöget, ami gyök 10 fénysebességgel megy, 3,16-tal megy, és egyelterjed. terjed. Tehát maga a forrás az mindig egyelterjed, az a kiáradás az egyelterjed, az az alapmértéket csak az egész univerzumnak az alapmértékegysége. Ez egy egydimenziós valami, tehát nem lehet fényévper köblábba elmagyarázni, mert ez egy alapmértékegység. Nem, ilyen mértékegységet nem lehet ráhúzni. De ez a fénysebesség majd ebből fog eredni. Tehát ebből ered maga a fénysebesség is. Ez a kicsit felfedezték, az Einstein már, már egész jókat írt róla, ezt úgy hívták, hogy, hogy, Event Horizon, vagyis hogy Esemény horizont. Ez az eseményhorizont, ez a, ez a múlt terjedési sebesség maga. És ez, az, ez, a fiú kiáradása, tehát nagyon fontos a vallásokban is, meg a, meg a fizikában is. Mert a fizikát nem lehet a vallástól elválasztani. Akik elválasztották, azok hülyék be is dugultak. Hát azért dugultak, mert elválasztották. Annyira okosak, hogy hülyék. Tehát okosnak akarnak nagyon látszani, de nem gyerekek, nem jó, hát kihagytátok a lényegest. Ott volt a, a string, a cipőfűző elmélet. Vagy, mi a, mi, a, fenének hívják még? Ma mondjad már a univerzumot még minek hívják? Azt az elméletet, na, nem csak cipőfűzőnek hívják, hanem String, az a cipőfűző, de még valaminek kívül Húrelmélet. Húrelmélet, ez az. Húr, húrnak is hívják. Húrelmélet. De ez a húr is egy anyagi dolog, de ez a cipőfűző, ez nem anyagi. Amiről mi beszélünk, ez nem anyagi, ez csak idő. Időből áll, időforrások sorozata ez. Ez a szál univerzum. Ez egy ilyen felvillanó, egy, mindig egy, jel, egy darab forrás van benne, de tak, 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 iszonyatos sebességgel végig, egész az univerzum határáig, meg vissza, őrületes a fénysebesség milliár sok milliárdszorosába megy oda-vissza, és ez a húr, ami, hát, anyag nincs benne, de időforrás már van benne, mert az időforrásokból áll. Vagyis, hogy az atyák soroz, felvillanos sorozata, vagy az anyák ki a más világon. Ugye mondtuk, hogy a, ott anya leány szent lélek van, nem Atya, fiúk szentének. És ez nem valami másik Isten, de ez egy másik Isten. Ajajaj. Ajaj. de ez egy másik. De a kettő egymás nélkül nem is létezik. Tehát ez a patriárkális őrület, amit kitaláltak, hogy csak férfi meg férfi meg, csak az atya meg. Ez jó, erre az univerzumra jó, a más világra már nem jó. Tehát a más világ az egy másik, az antianyag univerzum van, és annak meg az anyaga tükörvilága. Tehát az pont fordítva van. Hát a, a, azért a matematikusok már ezt kóstolgatták, ezeket a matematikailag, ezeket a, pár, a ízéket, a tük, tükröződéseket, ott kell megkeresni a matematikával a tükröződésekről. Van szó. Majd a CPT tükröződésnél megtalálod. Tehát van a matematikában, van, van erről szó. Minden, amit én elmondok, az megvan a fizikában, a matematikában. Minden gyakorlatilag semmit nem kell felfedezni, mert, vagy a vallásokban. Tehát minden megvan. Ott van előttünk, észre kell venni. Hát ha valaki úgy megy, hogy nem vesz észre, hogy a, mágy, a hogy 11, 11 bindu van az én, a, a, egyik oldalon, meg 11, meg a Szent Péternél, ha nem vesz észre, hát akkor bocsánat, akkor nem figyel oda. Mert oda kéne figyelni. És ez nagyon fontos, nem figyelnek oda és, de még a papok se. Régen legalább azok okosak voltak, de már nem, már lelassultak. Kész. De jó van. Font, a szertartás lett a fontosabb, meg a handabanda, de már a, a már, hogy miért tartja, meg mi, hogy mondja, már nem tudja elmondani. De már a papok se tanulnak róla, és ez nagy baj. Mert nekik még megvannak a jó forrásaik, amiket ugye eldugdosnak, de... Még megvannak. Mi még ide ezt a tudást hoztuk. Tehát amikor beköltöztünk ide a Kárpát-medencébe, ahol már előtte is voltunk, csak úgy mondanám, az avarok, azok már nagyon régen itt voltak, ugye? Azok nem akkor költöztek be, de figyelj, az avarokhoz nem kellett tolmács. Az Árpádnak nem kellett tolmács. Tudok velük beszélni. Tehát a hunnak egyfajta tájszolása volt, és megértették egymást. Persze, megértették egymást. Nem kellett hozzájuk tolmács. És azért jöttek ide, mert jeleztek, hogy nagy baj van. De kifosztották őket, a zavarokat. A nagyon kultúrát nyugat kifosztotta őket. És társzekerekkel vitték el az aranyat, ezüstöt. Vagy mit tudom, hány 22 társzekére van. Tételesen leírta, igen, igen, és, és el is mentek a komandok és vissza is hoztak egy csomó mindent. Elmentek a kolostorokba, hogy hová vittek, mit vittek, minden tételesen le volt írva, mentek a, hát, ilyen nagyon kemény komandók, hogy adjátok ide, nem adták, akkor mindenkit kinyírtak, kész, vitték. De nem azért, mert ezek gyilkosok voltak, hanem azért, mert először szóltak, adjátok vissza, tegyétek ide mindent. Oda teszi, akkor nem bántották volna. Ja, hát ha nem teszi, oda, az, akkor, akkor rabló. A korabló kész, akkor tolvaj. Vagy ezé. Gorgazda. Szóval mindegy. Akkor szóltak, hogy kérjük vissza a cuccot, de nem adták nekik vissza. Ez volt a kalandozások kora. Igen. Nekünk ezt így adták elő Igen. a kalandozások kora. Ahol mentek a, a, a kihezett magyarok, mentek, és akkor a pénzre kihezett magyarok mentek. Az igaz, hogy tőlük a pénzre kéhezett, nyugat vitte el, de az most nem számít. Arról nem beszélünk, hanem majd arról beszélünk, hogy, mert hogy, hogy vihette el innen, ugye? Mert ezek senkik voltak, a rómaiaknál azok voltak itt a nagy kultúra. De az avarok, hát az nem volt kultúra. De azért nem mertek átjönni a Dunán. A, rómá, a rómaiak nem mertek átjönni a Dunán ez is egy érdekes volt, ugye? Vagy a pozsonyi csatát nem nagyon, még csak meg se említették nekünk. Pedig úgy szarávertük a háromszor, négyszeres túlerőben lévő nyugati sereg, az ott akkori, valamikori, mi van, nem, nem, force az akkori, valamikori I-Force úgy szarávertük, hogy hazáig futottak. Aztán később még Berlint is megsarcolták, csak úgy kalandozások közben, hogy megsarcolták Berlint. Mert nem volt otthon a hadsereg, és, és pillások alatt rendet vágtak, aztán evittek mindent, amit értek. Hát gondolom azokat, amit tőlük elraboltak. Mert bőven volt nekünk, rögtön meg lehetett ismerni. A, az avar kincseket nem lehet összekeverni más aranykincsekkel. Így ránézek, és látom, hogy avar mert az öntési módszerük világosan mutatta, hogy ilyen homok a felülete az aranytárgyaknak, ilyen, mint hogyha egy durvas mirglivel így megkalapálták volna, sok ilyen kis izé van rajta, mert az öntő, a felületet úgy öntötték valamilyen homokformába, vagy akármivel, és ezért olyan lett a felülete. És nagyon meg lehetett ismerni. Hát ezek azt csinálták, hogy Hát ilyet nem tudtak csinálni, ilyen filigránozást, melyet nem tudtak csinálni. Amit a koronánkon van az a nagyon finom ilyen kis csigabiga minták, hát ez a, a, fiú mintája, a fiú útvonalai azok. És akkor ilyen filigránozásnak hívták, vagy gyöngyötnek hívták, amivel be van szegve, azt meg ilyen mángorolva csinálták. Tehát a csinálóra emlékszel? Neked még biztos volt. A csiga nagyanyámnak volt, az ilyen kis csíkok voltak rajta, és akkor a, a, egy volt egy kis kúp, alakú pácika, és akkor a, ilyen nézett kis, pácik, vagy kis tésztát kivágott, ilyen kis nézeteket, és akkor azokat így föltekerte, és ezt mindig az Isten ünnepein csináltuk. Miért? Mi volt ez? Figyelj, mi a kúpos tácikára, föltekerte a tésztát, amin ilyen, ilyen recék lettek, mert ez egy kis recés táblácska volt, fatáblácska, amin föltekerték a tésztát, és lakodalmakra, karácsonyra, húsvétra csináltak ilyen tésztát. Miért? Megadják a szentséget a dolognak. Megadják a szentséget a dolognak, mert a teremtő alakját csinálta, ilyen alakú kupokat csináltak, amit kifőztek, de belefőzték a kajába az Isten rezgését. Tehát amikor megetted ezt a szent levest, szent húst levest, akkor megszentültél tőle. Jobban, mint akármilyen szentet viszta. Mert tele volt ezekkel a kis kupalakú tésztácskákkal. Ezt fele akkora volt a szöge, mint ennek a kupnak, mert relatív az is jó. Tehát hogy az álló mozgáshoz képest mennyi a szöge, meg egymáshoz képest mennyi, mert ez relatív mozgás. Na, hát mi a hatomra? Fényolc. Ja, most lesz a szünet. Már volt. Volt szünet? Na, hát meddig vagyunk? Kilencig vagyunk. nem addig vagyunk? Nem fél kilencig vagyunk, mert mutatja az időt. Ja, mondja, mit akarsz? Nem, az előbb ez a CP tükrözésről volt szó. CPT. CPT. Ez olyasmi lehet, ilyen hasonló lehet a shieldeknek a, a működése, ilyen CPT tükrözés. Igen, igen. Ugye ott azok a források, amiből keletkeztetik azt a, azt a speciális téridőt, időt, azt a hullámteret, az azoknak a forrásai kapcsolatban lehetnek más világbeli forrásokkal is. Igen. Vannak is. Nem tudnak, nem. Tehát te mindennel mindig kapcsolatban vagy. Köröttem elmúlt évmilliárdok a csendszavához tücsök muzsikál, fülemben pihen meg szép harmóniájuk, aludni indul az úr 18 évesen írtam. A metagalaxis gyermeke vagyok, porból lényegült furcsa játék, egy nagy csillag az égen ragyog, hogy gyermeke sötétben ne féljen. Apám a nap, anyám a csillagok, és érzem, hogy csak por vagyok. Ez volt az eleje. Tehát, hogy hogy mondjam neked? Hát 18 évesen írtam, 17-18 évesen. Hm. É, tehát már akkor meg volt a világkép bennem tökéletesen, persze, persze mert, mert hogy a legjobb helyeken tanultam. Úgyhogy a legjobb helyek azok, azok, olyanok voltak, azok tudtak a teremtésről, meg tudtak mindenről. Ott van előttünk. Mindig ott van előttünk. Csak észre kell venni. Ha valaki észreveszi az összefüggéseket, akkor működik a világ. Ha nem vesz észre, akkor kínlódik. Akkor olajat tüzel, meg atomreaktort csinál most ért egy régi tanítvány, hogy, hogy én azt mondtam régen, hogy az akkumulátor, meg a villanyautó, meg minden, de ezelőtt 20 évvel. Na, bocsánat. Egész Európa összes zöldje. Ő azt harsogta, hogy villanyautó. Emlékeztek rá? Mindenki villanyautó, villanyautó, mert az nem füstöl is, a villanyautó, villanyautó. Ja, akkor rájöttek, hogy a ja, villanyautó nagyon ciki, de hát ö... Mivel tárolja el az energiát? Az akkumulátor, de azzal nem foglalkoztak. Most nagyon foglalkoznak vele. Mert elindult valami végre, na hát, az pusztulat. És akkor mondtam, hogy én, én akkor, így, a, ő azt, mondja, azt írja nekem, hogy de te akkor azt mondtad, hogy de az nem akkumulátor, nulla akkumulátor kell vele. Mondom, persze. Kell az akkumulátor gyár? Hát na hogy kell? Én nem érzed az összefüggést? Nem veszed észre? Csak a humán, a ilyen a humán, érted? Az boldog, magyaráz, győzködik, ezért zöld, mint a, olyan zöld, hogy ú, a a kokardára. Március 15-e lesz holnap, nem véletlenül, nem maradtam a kokárda, és én tényleg magyar vagyok, a kisfaludiak azok már, Árpáddal jöttek be. Tényleg? Nem később érkeztek ide, hanem Árpáddal együtt jöttek be ide. Benne van az Arvisurában, tehát a magyaroknak a Szentkönyve, most már szentény nyilvánítottuk. A magyarok Szentkönyve, amiben le van írva a magyarok történelme. Vagy 20 ezer évre visszamenőleg. Hm. Az már úgy nem semmi, mert hogy az egész történelmünk 6000 évnél valahogy a kötbevész ott már van valami őskor, de attól kezdve már minden bizonytalan. De már az egyiptomi kultúra is, az is teljesen bizonytalan. Még ugyan a zsidók úgy jöttek ki egyiptomból, hogy hozták az ezüstöt, a családi ezüstöt hozták magukkal, szóval róla. Mit? Hogy? Hogy össze mindent, a szomszédtól is Igen, úgy van, úgy van, úgy van. Úgy van, és és akkor hozták magukkal, de az istőt nem lehet megenni, gyerekeket, azt nem lehet megenni. A mannát majd aztán meg lehetett. Na de az van, hogy ezt mi hoztuk magunkkal, ezt a tudást. Ők is hozták magukkal, mert hol tanultak? Hát a fáraó udvarába. Ha valakit királyfinak neveltek föl, az azért a tudás birtokában volt, bocsánat, a Mózes. Ugye? Akit egy kis kosárkában mentettek ki a Nilusból, mi vitt a víz, és bőgött, mert éhes volt. Ugye? Jó, jó, egyébként ez több népnél megvan, ugyanígy érdekel, hogy viszi a víz, megmenti, ez ugyanígy megvan tényleg több népnek a mondává lett nyilvánítva. De ez ugyanolyan, mint az uraborosz. Minden régi népnél ott az uraborosz. Csak ugye mondjuk a majákhoz, hogy a büdös francba került oda? Hogy került oda a majákhoz? Hanem még nem fedezték fel Amerikát. Ahogy hogy került oda a tudás? Csak nem az eszkimokon keresztül. Fúj! Ugye az eszkimok is csak ilyen lenézett. Különben is valamikor. Alaszka, és tehát volt egy ilyen földhíd az északi részen. Igen. Nem is ott volt az egyenlítő ráadásul. Nem, bizony. Nem, nem bizony, ott állítom, volt az egyenlítő. Amikor nem a holdal köztünk, de. akkor az egyenlítő durván elfordult. De. 23 fokot, legyen 23 és fél de. fokot elfordult. Tehát kajakra elfordult. És akkor nem, akkor az egyenlítő mentén van, de a régi egyenlítő mentén van egy csomó piramis. De miért van? Minek építették? Hogy a Kínában is, hogy a fáraokat oda eltemessék? Ja, Dél-Amerikában is. Hatalmas egy piramisok. Egy piramisban nem találtak az egyiptomiak. Úgy, ahogy mondod. Itt volt, um, Már a ha oda visznek egy fáraó múmiát, akkor már, mert majd megtalálják, mert egyébként nem volt benne, mert nem is arra épült. A hold elterelésére épült. Pontosan van a, a föld pályamodosítására épült, de. hogy a holddal ne ütközzön össze. És innen ered a tárkánynapok, mert... Onnan erednek a tárkánynapok. 365 napból valami 380 nap. Nem, nem, nem. 300, igen, a 365 napból 380 nap lett. Tehát annyival 15 nappal meghosszabbodott az év. Mert arra nagyobb lett a földkeringési keringési pálya a nap körül. Képzeld el, hogy ilyet meg tudtak csinálni. Hol vagyunk ehhez ma? A bányász béka segge alatt, 2000 km-re. Hol vagyunk ettől, hogy megváltoztassuk a földkeringési keringési pályáját? Na ne szórakozzál! Egy patak kifut, nem tudunk vele mit kezdeni. Szóval egyszerűen ég föld a különbség. Olyan, mint a geológus, meg a teológus. Föld és ég. A ég és föld. Nem? Na, tehát mit van neked? Egy, egy maja uroborosz. Egy, 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 egy uroborosz. Hát ez már hát, nem eredeti, ez már ilyen valaki művészkedte, de megvan eredetiben is, ugyanez, megvan eredetiben is, létezik ez, de létezik minden ősi kultúránál, a majáknál is megvan. Persze, hát a maják is úgy jöttek ide űrhajókkal, az indiánok is, a mondáikban elmondták, hogy milyen űrhajókkal jöttek. Hogy ilyen volt egy bronz, egy ezüst, meg egy aranyszínű űrhajó, gömb alakú űrhajó, és ez a gömb alakú űrhajóban ilyen százezrek jöttek. És akkor azok kiszálltak onnan abból a gömb alakú űrhajóból, és ilyen hosszú tömör sorokba mentek. Megvan, megvan, uh, indián mesékben, vagy mondákban, megvan, megvan. Tessék, Nem találtam egy ilyen nyolcas alakú roboroszt. Az meg még közelebb van, meg még egy egyenlő oldalú háromszög is van, ugye? Igen. A. a királyi lánya, hatos Dávid csillagban. Igen, igen, igen. És belül, mint hogyha. A háromszögön belül, mintha a Merkur lenne. Bolygók vannak még benne. Tehát nagyon jó felé kaparásznak ezek az ezoterikusnak kikiáltott valamik. Többet tudnak fizikából ezek az ezoterikusok, mint a fizikusok. Mert azok nem tudják, mi a téridő, ezek meg már jó felé kaparásznak legalább. Mert egyáltalán forrás nélkül nincs hullám. Nincs hullám forrás nélkül. Az összes Képletet dugd a föl a seggedbe, mert nem ér semmit. Mert hogy nincs forrás benne, nincs generátor elem benne. Milyen hullámokról beszélsz, azt nincs generátor nem. Se a fényben nincs generátor elem, se az anyagban nincs generátor elem. Akkor milyen, miről beszélsz? Milyen hullámokról? Mi kelti azt a hullámot? Láttál már olyan hullámot, amit semmi nem kelt. Na, itt kezdődnek az óriási nagy bajok. És ezt el tudták adni nekünk. Ennek ellenére, hogy teljesen gyenge. El tudták adni. Meg kell tanulni, kész. Meg kell tanulni, ne, kész. Nem, nem kérdezünk vissza, megtanulod. Megtanuljuk, kész. Ez van az egyetem Egyetem ez van, igen. És aztán harcosan védi ezt a zöldséget, mert ez zöldség. Ki kell, ki kell ebből a gödörből mászni végre, és most mászunk kifele. Ugye ez itt, amit most csinálunk, ezt úgy hívják, hogy a nagy egyesítés mert a vallások egyszerre benne vannak a, a természettudományokkal. Nem kell belemagyarázni, nem kell beleerőltetni, nem, nem, nem. Azok a vallások is a természettudományt mondták el, csak annyira bonyolult volt a későbbi okostojásoknak, hogy nem tudták, nem értették. Tehát már még a Pláton értett valamit belőle. 4500 éve. Nem tudom. Még értett belőle az Arisztotelész is mikor ért? Hú, mínusz, 430, vagy tudom, 450. Tehát mínusz 350, így valahogy. Nem, nem tudom, pedig a haverom volt, most élt az Arisztotelész. Meghalt, öngyilkos lett. Igen, igen. Igen, igen. A Saul király is, az is öngyilkos lett. Az is élt. Igen, igen, igen. Saul is élt egy csomó ilyen nagy öreg, öreg, lélekkel találkoztam, itt megjelentek a környezetembe. Az Amerikából meg Ausztráliából jött haza, tehát azért, hogy találkozzunk. Tehát ide küldték, és a főnökkel is beszélgetett, a nagy főnökkel. Volt itt médium, aki tényleg nem kamu médium volt, és akkor beszélgettünk rajta keresztül, és elmondta neki, hogy hogy emlékszel, amikor ott Dél-Amerikában itt és itt voltál, és ezt és ezt csináltad, akkor ezt és ezt gondoltad, és így elmondta neki. Az meg a tüledezett, hogy hogy figyelte végig, hogy mit csinál, mit gondol. Az Isten figyelte. Figyelte, és beszélgetett vele. De, mivel nagyon régi lélek, régi, régi a barátság is. Tehát ez is érdekes volt. A Saul az is egy. Vagy találkoztam a salamonnal, az is, az meg az apám volt régen valamikor. Az anyámat meg úgy hívták, hogy elümánőit bilkész. Akkor abba az életem. A jó nagy volt, 7 méter magas volt az anyám. Én is 8. A hát, jó nagy testünk volt akkor, de emlékszem rá. Elloptam a anyám őrhajóját, milyen tinédzser korom, hát milyen, mit csinál a BMW megyek, tehát ugyanaz, persze, persze. És akkor mentem vele, hát az egész ez is flotta, engem zavar, kergetett. Hát jó, szóval a nővérem meg megmentett valahogy. <laughs> szóval ilyen van, ilyen van, benne van a pakliba. Minden tinédzser nagy akar lenni, hát én is. Kicsit összetörtem az űrhajót, de de azért megmaradsz. Persze, mert, mert ugye itt is arról szól az egész, hogy, hogy jön, a, jön a gin, ami a térforrás, jön a gin, visz, visz egy palotát a gin, ami ki van világítva, és akkor kristály ablakai vannak. Persze, mert az üveget még nem, nem ismerte a nép, hát azt mondták rá, hogy kristály. Hol van az ablaka? Mert hogy átlátszó, fény átjön rajta, az a kristály. Óriási kristály valahogy, de hogy hogy, azt nem tudni, de kristály. Csak jött a de reggel elvitt a dzsin. Jött a palota, elment a palota. Hatalmas palota, és repülni is tudott, de persze. Tehát ezek űrhajók voltak, amik hát kivilágítva megérkezett. Hát amikor az Ataiszra megérkezett a küldöttség, a szíriuszi küldöttség, akkor a fiatalok el akarták ásni magukat a kokorizásba, úgy be voltak szarva mert azok még nem láttak ilyen űrhajókat. Akkor már mit tudom, mert hát ők voltak 20 évesek, akkor már mit tudom, 50 éve nem jártak itt küldöttség, és ők még ilyet nem láttak. És hó, oh, mértéktelen összecsinálták magukat, úgy féltek. Tehát nyugi, nem, nem, nem a bácsi, nyugi, pihenj, mondták nekik, de be voltak nagyon ijedve. Hát aztán persze átesik a ló másik oldalára. próbálják utána ki akarja próbálni, hát na, no, na persze. Hát persze, aki tinédzserből van, az tinédzserből van, mindenhol, minden. Földön kívülieknél is ugyan a csibészek a tinédzserek, és meg akarja próbálni. Elrontanak mindent, odavágnak mindent, nagyarcoskodnak mindent, ugyanolyanok. Nem változik semmi. Mert ő neki az a dolga, hogy fejlődjön. Ha nem engedett fejlődni, mert annyira visszafogod, akkor az első pofon után nem tudja, hogy mi legyen. Az első foton a legnagyobb, a többit lassan megszokod. Mondta, írta most nekem valaki nagyon aranyos, hogy az első foton a legnagyobb, a többit lassan megszokod. Az első foton az a téridő. <laughs> És milyen aranyos verset írt róla. Igen, átírta a, a, a nótának a szövegét. De, mink is mindent átírtunk, jó volt az jó volt az, mi, mi jól elszórakoztunk, kölyöknek is, jól elszórakoztunk. Persze. Na, tehát itt, itt egy nyolcas alakú uraboros kégyó van, ez nem is tudom, hogy egy, ez kettő legalább, egymást teszik. Nem, kettő, három, négy is ez. Mert néznek, meg, vannak olyan, olyan néz, csak alul kettő, fölül kettő. Látod, ilyen, ilyen szűkületek vannak rajta. Ez egy Möbius felszín igazából, de nem egészen így néz ki, nem tudják elképzelni térben. Az eser tudta elképzelni, az, az annak volt érlatása. annak a festőművésznek volt érlatása. Azt az Isten tanította, és volt érletása. Azt nézek ez meg, esher, úgy van írva a neve, esher magyarul, így tudom leírni és annak volt térlátása, meg a Vazarelli is tértechnológiával foglalkozott, senki nem értette, senki. De tervezett ilyen, mit tudom én, a, a luxemburgi rádiónak a központjának csinált ilyen elő, ilyen, borra, bor, bor, borítékot, ilyen burkolatot csinált, és azon egy vízelem volt. Igen, ő, és ő mondta is, hogy a téridővel foglalkozik. Hát mit kell először megfejteni, gyerekek? Ameddig nincs megfejtve a téridő, az összes többi reménytelen. Miért? Mert az az alap. Ha nem érted magát az alapot, akkor nem érted az egészet. hát ő neki voltak ilyen dimenzió ábrái is, ilyen volon dimenzió ábrái, hogy fejjel lefele is mentek meg minden, de nem, nem, van ennél időfizikásabb ábrája is, ha megnézed, a, van egy csomó ilyen időszerkezett tani ábrája, ami nagyon jó, tehát ő nagyon benne volt ebben, végig gondolta, megcsinálta. Igen, igen, nagyon, nagyon. Megvan neki a két hiperteres idő, az egy hiperteres idő. minden megvan. Tehát eljutott ő a megvalósításig, le is rajzolta. De a tűzel... Önmagában magába belerog, és az is megvan neki, nagyon pontosan. Kiraktak valahol, talán a San francisco híd, híd közelébe, vagy legalábbis, mintha rálátni a, Golden Gate-re, valami olyan, olyan képet, mint a láttam volna, ahol van egy ilyen önmagában visszakanyarodó, egy nagy szomor van csinálva, ami egy önmagába csarodó dimenzió. Ennyire kirakták a, hogy a hülyék is lássák, de akkor se látják. Ha kiraknak egy ilyen drótvázból egy nagy mesztelen nőt, azt, azt, meglátják. Ha kiraknak egy nagyon lényeges valami, nem látja meg. Mert nem tudja, mit kell látni. Nem tudja, mit kell látni, ez az. Pedig oda van elérakva, de mégse tudja. Ezért nem jutnak semmire. Nem jutnak ötről a hatra, mint a téridő. Na, találtál? Fehér és fekete galambok. Fehér és fekete galambok, ez nagyon jó. De vedd észre, hogy ez sem véletlen. Ugye, a, melyik a fehér, a, az itteni oldal, a fekete a túloldal. Ez az oldal, meg az ördög oldala. Van ilyen részecske, amiben ilyen, ilyen ré, rémek vannak, meg angyalok. Rémek, angyalok. Ugyanilyen, csak az kerek. Ö, aztán próbátást ilyen stilizált figurával, hogy ne legyen vallási. Mindenhogy megpróbálta átadni. Az Isten megpróbálta. Nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül. Mi, mi, mi nem a lapot. Igen, el... igen, 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 igen. vannak olyan médiumok, hogy a, a pofád leszakad, de az semmi nem, nem, számít semmi. A materialista az nem hiszem el, nem hiszem el, nem hiszem el, nem hiszem el. Ezt mondogatja, hogy mantra az állandóan, hogy nem hiszem el. Ha látja, akkor se hiszi el. Ezek ilyen ludak, nyolcas formában mennek. Nyolcas formában ludak fejér, mennek. Kívülbelül. És akkor az egyik fele fehér, a másik fele fekete. Nem veszed észre, hogy arról beszélünk? Tehát az oszcillációról, rezgésről ide-oda, mint az inga-óra. Itt van, ott van, Egyik oda a fekete, másik oda a fehér, és akkor így megy inga. Tehát el lehet mondani ezerféleképpen. De a lényeg az, hogy ide-oda rezeg, maga a, az atya is ezt csinálja. És ő hozza létre a két ö, felét a dolognak, nem valami gonosz, valami micsodákat képzelegne, hanem, hanem ő hozza maga létre. Egy helyen találkoztam a Bibliában valahol, hogy én csinálom a jót, és én csinálom a rosszat is. Találkoztam egy helyen ilyen mondattal, meg, meg a, a, a Bibliában mondjuk egyetlen egy mondat, rövid mondat van, végig nagybetűvel írva. Egy. Vagyok a. Vagyok a ki, ki vagyok. Nem az van, hogy aki egybe egybeírva, a ki. Külön írva. Én vagyok a ki, azt akarja mondani. Vagyok a ki vagyok. Én vagyok a létezés. Azt mondja el. A ki létezése, mert van egy csi létezése is. Ez a két létezés hozza létre a kicsit. Ugye, a kicsi az a maga, az, időforrás. Tehát ott van nekünk, hát mindenkinek megvan. Ezt nem kell különbemagolni, ez ott van mindenkinek. A szavunk, hogy kicsi. Pontosan a ki meg a csi az a két keletről jött, nagyon keleti, nagyon buddhista, nagyon, mert tudom én, lámaista, nagyon, mert milyen ista. De közben ott van nekünk a kicsi. Hát nem kell nekünk azt importálni valahonnan, jövevény szóként a kicsit, igen, a, a, de a izé, a kínaiaknál megtaláltam a kód, a másiknak nem találtam a nevét. Majd ha valaki tudja, küldje a nevét nekem. Itt, itt nézik kínaiak is. Nézik kínaiak, meg Kínában élő magyarok is nézik, és kapom a, a leveleket tőlük. Néha kínaiul. Most már feliratozva lesznek a, a, a filmek magyarul, igen, de ha magyarul feliratozva van, azt automatikusan le tudja fordítani már neked a, a gép, tehát angolul is, franciául, kínaiul, hotentottául is tudod nézni. Tehát, mit tudom én, lefordítja neked 50 nyelvre. Attól kezdve csak az, ki kell jelölni neki, hogy fordítás ilyen nyelvre, attól kezdve fordítja neked olyan nyelvre. És akkor nagyon szuper. És, és most már magyarul feliratozva vannak, és ha beállított, hogy angolra vagy németre fordítsak, akkor fordítja neked angolra, németre, kínai, akármire, franciára. Próbálgattam, nagyon szépen fordítja. Nagyon szépen fordítja, de a federatot meg kell aláírni, hát egy filmet egy nap alatt tudok megcsinálni. De gyerekek, ezer film van, most lesz az ezer, most 996 vagy mennyi mennyinél tartunk, és most már talán négy film kell, és meg lesz az ezzel, amit felraktunk. És az minden héten két nagyjátékfilm. Ugye, mert három órányi anyag, az két nagyjátékfilm. Jó, hát ez nem ilyen kalandos, én nem, nem Bruce Willis vagyok. Tudok hozni ilyen, pufogtatni ilyen ízéket, ilyen kamupuskát, de, de gatya Letoló se csinálok, mert már reklamálták nekem, hogy ez nem lehet akármilyen hirdetés rárakni. Hát le is csinálhat, hogyha akarjátok, de az nem jó nekünk semmire. Mert ez egy egyházi, egyházi társaság. É, mi itt nem kimondottan vallási dolgot mondunk el, sőt, néha vallásosok se értenek. De azért a, az igazi jó nagyobb főpapok, a főrabbik meg mi értenek, komolyan. Én nekem, Prágából írkál nekem, értenek. Írkál. Irkál is. Érti, hogy mit mondok, és tudja, hogy nem kamu. Ő biztosan tudja, mert a tudása nagy. Akinek semmi tudása nincs, az mindenre azt mondja, hogy kamu, mert az a legegyszerűbb. Nem derül ki, hogy ő nem írt ez. Ennek nem szabad kiderülni. De jó van. Tehát nem erre gondoltam, de ez is nagyon jó, mert ez még nem volt. Nagyon jó. Ez még nem volt egyik se az eserek közül, de van az, képekre átvált akkor ott, képek, eser, képek, akkor ott uh, fogsz találni kerek dolgokat, tesé? Mert van egy olyan, hogy angyal meg ördög. Angyal meg ördög is van, igen. igen. Azért azt akarom éppen, már a többször megmutattuk, de, de van, aki most kapcsolódik be, nem ért az egészből semmit. Ne menekülj el, mert nagyon izgalmas dolgokat fogsz megtudni. És visszamenőleg is lehet nézni, van mit nézni. Öt van, tessék a feketék az ördögök, nézd meg az ilyen csúnya, gördö... csúnya nézésű, szép nézésű angyal, csúnya nézésű ördög, és nézd meg, ezek teljesen együtt töltik ki az egészet, mert az egyik felébe itt van, a másik felébe ott van a forrás. És ez így keletkezik a részecske belülről kifelé, egy hatos szimetria van a közepébe, ugye? Három fehér angyal, három fekete, nézd meg. Az is angyal, az, az is angyal. angyal, azt jelenti, hogy az, an, az a felső ég, a galgyal, az a sumérben azt jelenti, hogy szülött, Sz ott született. Az an, anba született, az azt jelenti, hogy a felső ég szülötte, azt jelenti, az angyal. Nem, nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz, az angyal, az azt jelenti, hogy nem a földön született, pont. Tehát ez Földön kívüliek, azok mind angyalok. És nem azt jelenti, hogy nincs benne gonosz meg rossz meg, de hogy nem. Ott is van, ugyanúgy. De ez a világegyetem alapja, tehát az anyag működésének ez az alapja. Ezt az eser lerajzolta, az Isten rajzolta a kezével. Milyen türelmesen azért, ott már a felületnél néz meg, mekkora ördögöket, meg angyalokat kellett rajzolni, látod? csaj? Én csak most vettem észre, hogy valamelyik angyal a arcát mutatja, valamelyik meg a hátulját. És ugyanez a... Angyalokra is, meg az ördögökre. Az ördögökre is. Igen. Igen mert ez egy térbeli valami, ez egy gömb. Ezt akarja vele érzékeltetni, ez térbeli. Van eleje, hátulja. Nagyon, nagyon, nagyon ki van találva. Az eser nagyon jókat rajzolt. Nagyon, nagyon jókat. Mert az Isten eh, ihlet, az azt jelenti, hogy jelenlét, az Isten jelenlét, az az ihlet. És a, ott volt a, a Dél-Amerikában, Dél ott volt a, a. hogy hívták? A. Ó, már az elébb az eszembe volt. A, aki a különböző meghalt festőknek a stílusába, Gasparetto. de vagy. Gasparetto igen. Gasparetto különböző festőknek a stílusába sötétbe is tudott festeni színes képeket. Nem kellett hozzá lámpa se. Sötétbe is tudott festeni. Megcsinálták, lekapcsolták volna, hogy ugyanúgy festett tovább. Mert nem ő festett. Nem ő festett, hanem a festő festett az ő kezével. De azt meg tudta csinálni, az egyik kezével picasso rajzolt, a másik kezével meg leonardo mondjuk. Abban a stílusban. igen, de két portrét festett a két kezével. Próbáld meg. Hazudjál ilyet, nem? Hazudj már ilyet a rohadt életben. Nem tudsz ilyet hazudni, akkor ez igazi. Te nem vagy igazi. Mert te nem tudsz ilyet hazudni, ő meg tud. Ennyi. Tehát ne, nem kell az ilyet elhinni, mert mi az, hogy elhinni? Nem, nem, nem kell elhinni. Hanem látszik, ott van, tudod, világos, értjük. Na most a Gasperetto, vagy 20-25 ilyen festőművész, régi, nagy festőművész járt hozzá, és akkor festett. Az ő stílusában egy az egybe. De nem áll meccsettel, hanem csak úgy az ujjával, meg kézzel, meg minden. Fantasztikus. Nem is egy Hanem csak hogy belenyúlt a festékbe, aztán úgy kezével festett. És borzasztó jó képeket festett. Olyanokat, mint a Leonardo, meg a nagy, nagy, nagy festők. Olyanokat festett. Fantasztikus. Itt, itt, van a Gasparetto. Nem tudom. Éppen fagy, de igen. Igen, de, de ez csak kézzel festette, igen. És az aláírások is hitelesek voltak. Így alá, az újjával aláírta és volt. Ez van. Itt van az, hogy, hogy van, van szellemvilág, ez az egyik, tehát a, nem, a nagy zenés, volt zenész médium is, aki alig tudott zongorázni, de lekottázott olyan, olyan zeneműveket, beethoven Mozartot, stb. Le, a rajta keresztül írtak zenét, még Mozart, meg Beethoven. Már rég meghaltak. Biológiailag, de írtak rajta keresztül zenét. És az abban a stílusban volt. Egyből. Hát ezek is ilyenek, hogy a túlvilág, az, az meg. Itt még kísérleteztünk ezzel, először nem hittem benne, ilyen megalapítottuk a Tudományos Paralkutatási para Tudományos Társaságot. Megalapítottuk, és egy darabig összejöttünk, egy, pff, egy, egy évig, másfél évig körülbelül összejöttünk, aztán már azt a helyet, ahol voltunk megszüntették, akkor már nem tudtunk oda menni, azt már nem jöttünk össze. De összejöttünk, szét nem mentünk soha, akkor most is vagyunk mert nem mondtuk ki, hogy vége. Ez nem egy bejelentett társaság volt, hanem egy ilyen, olyan, mint a felesége, még megalapították a Dumát. Ez a degenerált utopisták Magyarországi Asztaltársasága. ők azt alapították meg. Hát én, mink is alapítottunk ilyet. Igen, tessék van Köszönöm. Na. Next slide, please most, most a, mutattunk ugye Gasparetto képet, tehát fantasztikusan, fantasztikusan festett. Fantasztikusan. Igazából a nagy nevű festőművészeknek a stílusában nem hamisított, hanem festett. Kicsit ilyen volt a most a apám is. Tehát tudott dűrrel is stílusba tudott rajzolni. Néha még rajzolt is, úgyhogy. Mert a munkács idő, kétszeres munkácsi volt, úgyhogy, úgyhogy jó, jól ment. Hamis izon is jól tudott, na nem értett hozzá. Ért, tudott festeni, minden stílusban tudott festeni. Na az ugyanúgy, mint a Gasparetto. De nagy, nagy hát neve is megmaradt, meg hát híres is maradt. A franciáknál sokkal híresebb, mint Magyarországon. Tehát a Franciaországban a képeinek 10-20 akkor ára van mint Magyarországon. Itt se volt olcsó. Már amikor én kölyök voltam, ami 20 éves voltam, akkor, akkor 20-25 ezer írtak egy ekkora képet tőlem, de akkor az olyan volt, mint most 4-500 ezer, most az ekkora kis kép. Tehát híres volt. Híres volt. Ilyen nagy galériák. Váci utcában ott volt kiállítva, és mentem, néztem, ú, az öregnek a képét ott megtaláltam, és 25 ezer forintért adták azt a kis, ekkora a kis képet. Nagy képeket meg hát nagyon, és nagyokat is festett nagyon jókat. Tudott, tudott nagyon festeni. Valóban a német after földről származott mint lélek, tehát lehet, hogy ő volt a Dürer, vagy nem tudom, de Dürer is stílusban részkarcot, úgy ott van a falon egy. Azt ő, ő részkarcot, ő karc, Hát tudott, tudott az öreg festeni, karcolni, részkarcolt minden. Igen, hát művészeknek néha a sorsa hányatott. Mert lázadók, meg nem fizetik meg. Amikor már meghaltak, akkor már borzasztóan megfizetnek. A... Tehát, mit tudom én, a... volt, aki ugye egy képet tudott adni életébe, talán, vagy kettőt, aki aztán le is vágta a fülét kényába. igen. Van Gogh. A Van Gogh. Így van. És, de járt havain meg, járt azért úgy, a lázadás közben azért kavart a világba, és nagyon jól tudott festeni. Igen, de nem, le, nem tud eladni a képeit. Tehát a, a snoboknak más kell. A festők előbbre járnak. A, ugye nem véletlenül az esért mutattam, előbbre jár, időszerkezett tant rajzol, fest ez nem kell a sok sznobnak. Mi ez a ákom, Nem kell nekem ilyen. És valami mesztelen nők a nagysággel. És akkor az, 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 aztán nagyon kell. Tessék parancsolj. ennek a apámnak, a mostapámnak, nem az édesapám volt a mostapám, apámnak láttam egy képét az interneten, azt 35 millióért adták el. Azt a képét egy ronda öreg asszony ült rajta aktfotó volt, de tényleg egy ilyen csúnya munkásasszony ült rajta, ilyen lepukkadt, a munkában megfáradt munkásasszony volt, és az 35 millió adták el. Lakására. Egy Most lakására? Most egy lakására, de akkor hú, akkor abban az időben 800 ezer, 1 millió körül volt egy, 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 egy több szobás lakás, szövetkezett a lakás. Annyi volt az ára? Igen, akkor, akkor annyi volt az ára. Tessék parancsolj. Most, hogy mondtad a Dumát, elképesztő, 49, 49 éve csináltok. 49 éve alapítottátok a meg a Dumát, ugye? Igen, 75 De ugyanúgy, ugyanúgy ő is lázadó volt, mert... Szervezet, szervezet és működési szabályzat. Igen, 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 hát de, de ott is az, mit tudom én, a, a, a Technikumban járt, gép, gépipari technikumban járt, gépész technikus, én meg híradás és műszeripari technikumban jártam, el is végeztük mind a ketten. De ott is az volt, hogy a volt egy tanár, aki nagyon okos volt, és elment velük valami bulin, ilyen, elment velük ott a közeli kocsmában egy poársörre, meghívták nőnapkor, meghívta a fiúk, meghívták a nőket. Na, elmentek és elénekelték az erdély himnusz. Képzeld el, hogy eltüntették, a, eltüntették még a tablokról is. És nem tudtuk, hogy mi történt. A harmadik osztály végén volt. Negyedik negyedikben szétrapták az osztályunkat büntetésből. Belünk töltötték fel a többi osztálytól, ott nálunk senki. Volt lemorzsolódás, és oda, töltették át őket. És nem értettük, hogy hova lett a Laci bácsi, matek tanár volt, és osztályfőnökünk. Kerestük, de nem kaptunk választ. Akkor tudtuk meg, amikor a tablóképet csináltuk, hogy a Laci bácsit azért, mert elénekelte a székely azért száműzték az iskolából, a nevét sem lehetett a tablóra feltenni. Értitek a fanatizmust, a bolond fanatizmust? 74-ben volt. Egész, ugye, ez a legőrültebb fanatizmus volt, de hát miért? Mert elénekelte egy éneket. Nem náci fasiszta énekelte, Dászlány, Dászlány, Dübberá lesz, nem? Nem azt énekelte. Talán azt vő, lehetett volna? Nem üvöltözve, hanem összebújva. Csendben összebújva elénekelte. Igen. És valami besugó volt közte, besugta és kész. Hát ilyen. Nálunk is volt, a gimnáziumban is volt ilyen besugó. A ráadásul szkriptomániás is volt, mindent fölírt. Naplót vezetett, és mindent fölírt. Hú, az osztálytársaid hogy hozta? Semmit kell. Nem csáltak azok semmit. Semmit. Hú, én a rosszabb környékről jöttem, onnan is jegyzetett volna. Ú, Lett volna baj. Hát akkor 18 éves koromban én is lógtam volna mert megvárták, tudod, a 14 éves, 13-14 éves gyerekeket, hogy 18 legyen, és akkor akasztották fel. Annyira féltek. Annyira példát akartak statuálni. Még a gyerekeket is felakasztották. Ha nem láttam volna, tudtunk róla, mert iskolatársunk volt. Tehát tudtunk róla, nem igaz, hogy nem tudtunk, tudtunk róla. Igen, igen. Hát ott, ott a korvink közben a javarészt a harcosok mind ilyen hatodikos, hetedikes gyerekek voltak. Azok voltak a harcosok. Az, az öregek úgy voltak hogy ezt sem lehet mondani. Mi meg harcoltunk. Na hát ott nálunk nem törtek át, de ott aztán utána az ülőjúton, meg a tűzoltó utcában ott már törtek. Fú, ilyen a világ. Na. Mit van neked? Ja, 0640 az a technikai számunk, az 1%-ot kérjük, hogy aki nem tudja, mit csinálni, mert oda ajánlja föl. 0640 eh, szabad energia kutatásra, meg hát a gyerekek üdültetésére, meg mi ilyen alkatrészeket vásárlására fordítottuk, amiből, amiből olyan áramforrást próbálunk csinálni, ami a tanyán is működik, és nem kell semmit fizetni. Na hát ez jó. Ez jó, de e, ezt fejlesztjük. Gondolok, fog működni. Biztos, hogy fog működni, mert már működött, csak jobbat kell csinálni. Ugye, mert olyat kell csinálni, ilyen hülye biztosat. Jó. Igen, mert hogyha, ha olyat csinálsz, ami működtetni bonyolult, az az kész, az nem fogja senki működtetni. Olyan hülye biztosat kell, hogy tényleg, tényleg egy hülye is el tudja működtetni. Csak akkor működik. Mert mindig, minden áramkört úgy kell megcsinálni, amit a nép kezére adsz, az, az, az újat kell, hülye biztos kell. Mert hogy tönkreteszi, belenyúkál, okoskodik benne, rövidre zárja, amit tudom én. Tehát nem lehet benne veszélyes alkatrész. Olyannal már meg tudtuk csinálni, meg mit tudom, de veszélyes volt. Tehát ha, ha leveszi a burkolatotról a a sugárhoz, vagy gammát, vagy mit tudom én. Tehát tudtunk ilyet csinálni, és jó volt, működött, csak hát nem hülye biztos. És szétszedi, mert meg kíváncsi. Mint a kézgránátból kiúzza a kis drótot. T -t -t -t. Ugye? És utána, létezik, és utána azt mondja a kézgránát, hogy zsip, és így. Egyet. Jaj, de mit csinált? Na, de érdekes. Na, még számolt tízig, mint amikor az ézébe, a éve panaszt emelnek az egyiptomiak a, egyiptomiak, még a szadet idejéből panaszt emelnek az egyiptomiak az oroszoknál, hogy rossz a kézigránát. És mert sorba halnak meg tőle a kiképzésnél az emberek, és akkor ez akkor mondják, hogy Ali, gyere ide, mutasd be! Hát az Ali a világért. és nekem három gyerekem van, én nem akarom bemutatni, de parancs. Hát az Ali azt mondja, kiúzza elint, zsím, egy, kettő, három, négy, öt, 6, 7, 8, 9, bum! Na, köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor jövő héten csütörtökön megint veszünk fel, és vasárnapra megint fölteszünk. És nagyon boldog ö, ünnepeket kívánok mindenkinek. Most ilyen hosszú Hétvége lesz, és akkor nagyon boldog ünnepeket, nagyon boldog családi örömöket, meg március 15-i ünnepét, meg minden, mindenkinek érezzétek jól. Remélem nem lesz ott az Inká Security, hogy elvegye a gyerekektől a teját. Most jönnek a kínai bizék rendőrök. Kínai rendőrök? Jönne? Igen, igen lesznek. Tényleg? Ala, aláírta az Orbán Viktor, meg a mit Na, Na, eddig azért jött eddig az, az Inká Security, aki na. egy izraeli cég volt. Elvették a gyerekektől a teát, mert az robbanó Ekkora a Ekkora hülyeséget. Ekkora hülyeséget, igen, igen. Nem, nagyon a Emlékezz a gyurcsány idejében, ott fönt a, puskával, ott a fekete ruhába öltözött, maszkba öltözött, és így jött a így, így, a népre a gyerekekkel a célozgattak távcsöves puskával ott fönt voltak a Nemzeti Múzeumnak a pantalonjában, ott voltak fönt, és ketten ott, 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 ott izéltek távcsöves puskával, nézegettek össze-vissza. Hogy nagyon biztonságban érez magad. Na, ilyen ünnepet kívánok én neki. Ne is legyen neki soha jobb. Ne is legyen neki soha jobb. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ilyen a magyar szabadság.